Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Az évfordulón a névadóra helyezik a hangsúlyt. Azt szeretnék, hogy Tomcsa Sándor valamikori udvarhelyi polgár legyen a középpontban. Pontosan 20 esztendeje 1998. novemberében a Nem élhetek muzsika szó nélkül című előadással mutatkozott be az udvarhelyi közönség előtt az akkor frissen alakult társulat. Most háromnapos ünnepségre készül a kulturális intézmény. Nagy Pál igazgató elmondta, a névadó Tomcsa Sándor egyik darabjának a bemutatójával készülnek az évfordulóra. Zakaria Szalán művészeti vezetőbe is vállalta, hogy rendezi meg a műtétet, ez a leghíresebb darabja, és ennek kapcsán tulajdonképpen azt gondoltam, hogy az lesz, hogyha ezt a 20 évet teljesen, nem teljesen, de főképpen Tomcsára élvezzük ki. A bemutatót november 22-én 19 órától játsszák. Előtte egy órával megnyitják a kulisszák előtt és mögött emlékkiállítást a névadó tárgyi hagyatékával. November 23-án 17 órától személyes emlékeket elevenítenek fel, olyan udvarhelyiek segítségével, akik találkoztak Tomcsa Sándorral. Az ünnepség záró napján, november 24-én délután 6 órától ismét egy Tomcsa művel, a humoreszkekkel jelentkeznek, Pásztor Márk egyéni előadásában. Az ünnepség sorozatot a magyarországi Cannaro zenekar koncertje zárja.